milyen sors vár rá. De tessék megnézni ezt az elképesztő ábrát, ez a túlélésnek az ábrája. Az a csoport, akit előbb germinális centrumnak neveztünk, ezen csoportnak körülbelül a 65%-a 12 év múlva még életben van. A másik csoportnak a 30%-a marad, a 70%-a meghal, ezeket elveszítjük 3 éven belül. Micsoda óriási különbség van az orvos, óriási különbséget jelent, és micsoda prediktív, micsoda előrenéző, személyre szabott orvoslási lehetőség van az orvos kezébe, ha tudja azt ilyen gén esélyelemzés alapján, megint csak mondom, a teljes genom vizsgálata, vagy nagyon sok gén együttes vizsgálata alapján ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Egy egészen új korszak indult el. Ez az a dolog, amit valaki úgy jellemzett, nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy eddig hangszereket vizsgáltunk, szóló hangszereket, most a zenekari összhangzattan lehetősége áll a genetika, a genomika kezében. Egy másik példát szeretnék még mondani, a gyerekkori asztmának a kérdését. Munkatársaim a Heimpál Kórházban és a Semmelweis Egyetemen együtt találtak egy olyan, egy darab olyan genetikai hibát, itt egy génnek egy olyan régiójába, ami a gén bekapcsolását és kikapcsolását, szabályozását ellenőrzi, és ebben jelentős szerepet játszik, ahol egyetlen betű, ahol A helyett G van, tessék megnézni, 6-szorosára emelkedik annak az esélye, hogy az amúgy allergiára hajlamos gyerek asztmában fog szenvedni. Ez is egy olyan, megint csak egy idegen szó, olyan preszimptomatikus, a tünet előtti előrebecslés, hogy ennek a gyereknek, az orvos, a szüleinek mondhatja, hogy tessék nagyon vigyázni és megpróbálni olyan életmódot élni, vagy bizonyos bakteriális fertőzésektől azt elkerülni, vagy nagyon gyakran ellenőrizni, és antibiotikumokkal hamarosan azt eltávolítani, amik amúgy azt már hajlamosítanak. Itt van az a valószínűség, amiért ennek az előadásnak az a címe, hogy sors vagy valószínűség. Én azt szeretném az előadás végére önöknek talán a legfontosabb üzenetül hagyni, hogy a genetika az valószínűséget jelent. Rendkívül sokoldalúan megfogható valószínűséget, és nem fátumot, nem végzetet, nem sorsot. Az egyik legizgalmasabb és legperspektívikusabb terület a farmakogenomika, tehát a gyógyszertan genomikai vizsgálata. Például nagyon egyszerű módon egy olyan valami gyógyszert vizsgálnak néhány mondjuk emberi sejten, jól meghatározott sejten, majd utána megnézik, megkeresik azokat a géneket, amiben ezek eltérnek. És így azonnal lehet vizsgálni azt, hogy az adott gyógyszer az adott sejtben milyen genetikai változásokat hoz létre. Nem csak azt vizsgáljuk, amit eddig is tudtunk. Egy óriási ismeretelméleti változás következik be, következett be. Volt az a régi történet, hogy valaki a lámpa alatt keres valamit, mit keres a pénztárcáját, hol vesztetted el? A szomszéd utcában. Miért itt keresed? Mert itt van világos. Amíg csak egyes géneket vizsgáltunk, nem tudtunk más csinálni, mint bizonyos ezeket tudtuk csak a figyelmünket összpontosítani. Ma mindent tudunk vizsgálni, tehát a különböző utcákban tudjuk a pénztárcánkat keresni. Ez a fantasztikus lehetőség, hogy minden gént tudunk vizsgálni egy gyógyszer hatásában, ez egészen új koncepcióra, elképzelésre ad lehetőséget. Megint hagyj térjek vissza egy picit erre a borzalmas betegségre, amit melanomák neveznek. A melanoma viszonylag sok embernél interferonnal, ez egy nagyon jelentős biológiai hatású immunológiai anyag, egy fehérje, nagyon jó gyógyítható. De van néhány beteg, aki nem reagál jó interferonra, akinek nem is érdemes interferont adni. Tehát most ezt nem tudják előre, az orvos heteket, hónapokat veszít, és a betegség terjedése az természetesen nagyon gyors, és erre nincs tekintettel. Meg lehet vizsgálni azokat a géneket, olyan embernél, akinél hat az interferon, olyanra, aki nem hat, mik azok a gének, ami alapján valaki jól reagál interferonra, azaz a melanomája, vagy más betegsége gyógyítható egy bizonyos anyaggal, és egy másik pedig nem. Ha ilyen lehetőségünk van, akkor modelleket tudunk csinálni. Az egyik leg
szellemesebb és érdekesebb modell a transgenikus állatok modellje, ahol az egész, például egy egér esetében, ami egy nagyon jó modell, ugye egy emlős állat, természetesen nem a Steinbecki értelemben mondom a egerek és emberek hasonlóságát, de tényleg nagyon jó modell lehetőséget jelent, most már más modelleket is gyakran használnak, meg lehet tenni őssejt szinten, hogy ki lehet ütni egy gént, el lehet távolítani, knockoutnak nevezik ökölvívó hasonlattal, ha egy gént eltávolítunk, és meg lehet tenni az egérnél vizsgálni, hogy mi történik az egész szervezetben, megint egy gyönyörű ilyen fekete doboz vizsgálat, ha az az egy gén hiányzik, vagy mi történik az egérrel, ha egy bizonyos gén benne van. És ellenőrizni tudjuk azt, hogy a interferonra való reaktivitás az milyen gént jelent igazából. Lehet, hogy olyan váratlan eredményt kapunk, amire eszünkbe nem jutott, amire nem is gondoltunk. Ez a csodálatos a genomikában, hogy nem a mi hipotézisünk, vagy csúnyább szóval prekoncepciónk dönti el, hogy mit vizsgálunk, hanem igazából a természethez fordulunk. Mielőtt azonban azt a látszatot keltem, amit nem szeretnék, hogy genetikával minden megoldható, és genetikai veleszületett kérdésekkel minden megoldható, hagyj mutassak egy nagyon érdekes ábrát. Nagyon sokféle rák, tumor, daganat van itt jobb oldal felsorolva, a tüdő, az emlő, a prostata, méhnyakrák, bőrákok, agycsont, stb. És itt másik oldalon meg nagyon sok úgynevezett környezeti vagy epigenetikus tényező van, a dohányzástól egészen az UV-sugárzásig. Tessék megnézni, hogy a dohányzás jelentős, hatalmas számú statisztikák szerint tüdőtől, emlőn keresztül, a vese rákon keresztül, leukémiákig okozhat rákokat. Bizonyos táplálkozási hatások a tumorokat más irányba módosíthatják. Hosszú ideig tartó gyulladások, hosszú ideig tartó például évekig tartó krónikus gyulladások olyan állandó izgalmi állapotot válthatnak ki a prostatától a vastagbélig és a májtól a hasnyálmirigyig, ami eljutathat egy szervet a malignus oszlódás felé. Gyógyszerek, kémiai hatások, akár különböző drogok hatása. És vannak veleszületett tényezők, vannak olyan rákgének, amit nagyon régen ismerünk, hogy például a vastagbélrákkal vagy az emlőrákkal egyértelműen összefüggés mutató rákgének vannak. Ezek valóban vele született genetikai tényezők, de akár az elhízás, akár vírusfertőzések, akár hormonoknak a hatása, besugárzások, alkohol, hát ki ne tudná az alkoholizmusnak a májrákban kifejeződő vonatkozásait és következményeit. Azbesztózis, tehát valaki olyan körülmények között dolgozik, ahol a homok szemcséket lélegezhet be, az UV-sugárzás. De együtt az élet az ilyen bonyolult, mint amit most egyszerűen látni. Tehát együtt érvényesül ez a sok hatás. A környezeti hatások és a veleszületett hatások. Most ezek nincsenek ellentmondásban. A legtöbb genetikai tényezőnk az csak környezeti hatások eredményeképpen, itt most idézőjel, mert kárára fejeződik ki. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy talán nem rossz az a mondat, hogy a genetika örökölt valószínűséget jelent. Az az ember például, aki soha nem dohányzik, az bizonyos tüdőbetegségektől, még akkor is, ha ő genetikailag hajlamosabb, mint a másik, az mentes lesz. Tehát ez az a pont, ahol a környezet hatása és a genetikai hatás összetalálkozik. Szeretnék néhány szót a fertőzésekről beszélni. Korunk prestise az AIDS. Ugye az AIDS az egy akronim, ez azt jelenti, hogy szerzett immunhiány betegség, és ez itt nem a Mars szondának a dokkolása a Marson, hanem az a HIV, a humán, az emberi immunhiány vírus odaérkezése a megfertőzendő fehérvérsejtre. Egyértelműen megtudtuk néhány éve, hogy két olyan kötőhely, felszíni receptor kötőhely kell a kötődéséhez, ami mindegyikének jónak kell lenni, jónak idézőjelbe a vírus számára jónak, nem a fertőzött beteg számára jónak, hogy ez a kapcsolódás és a fertőzés létrejöjjön. Néhány éve kiderült, hogy amit itt úgy jelzünk, hogy koreceptor, ennek genetikai variánsai vannak. A különböző etnikumokban
különböző variánsok vannak. Kiderült érdekes módon, hogy az úgynevezett déli népek, tehát afrikai népek, latin-amerikai népek, a földközi tenger térségének a népei, mert relatíve ritkán fordul elő ez a mutáció, és az északi népekben egyébként a mi magyar országi, egyébként nagyon heterogén genetikájú népességünk is e tekintetben az északi népekhez tartozik. Most egy nagyon érdekes kérdés vetődött föl. Azok a cigány származású, tehát roma honfitársaink, akik itt velünk élnek, minden ismeretünk szerint indiai eredetűek. Tehát a déli népekből migráltak, jöttek ebbe az irányba, és telepedtek itt le jó néhány száz évvel ezelőtt, és élnek velünk együtt itt, ebben az országban honfitársainként. Mit tetszenek gondolni, és ez az a pillanat, amikor meg szeretném az önök véleményét kérdezni, hogy azok a roma cigány származású emberek, akik velünk együtt élnek, azok inkább azokra hasonlítanak, ahonnan feljöttek ide hozzánk, tehát a déli népek közül, ahol kevesebb mutáció volt, tehát esékenyebbek voltak a fertőzésre, vagy itt valahogy a környezethez alkalmazkodva inkább az északi népekhez hasonlítanak. Én szeretném önöket most megkérni, hogy tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy ők ahhoz hasonlítanak, ahhoz az eredethez, ahhoz a déli eredethez, indiai eredethez, ahonnan a cigány származású roma népesség följött. A másik alternatíva majd az lesz, hogy inkább az északi népekhez hasonlítanak. Ki szavaz arra, hogy a déli eredetük jelenik meg ebben a genetikai jellegzetességben? Tessék a kezeket föltenni. Erre szokták a parlamentben mondani, hogy mondjuk túlnyomó többség, akkor most azoknak a kezét, mert lehet tartózkodni is, azoknak a kezét szeretném, ha fölemelik, ez a túlnyomó többség. És azt szeretném elmondani, hogy ennek a második szavazó populációnak volt igaza. Tudnék, arról van szó, hogy amikor elkezdtek a romák fölfele jönni több évszázadon keresztül, folyamatos genetikai változásokon mentek keresztül, és kiszelektálódtak közülük, mert életképesebbek voltak, akinek ilyen elrontott receptora van, ez egyéb, akkor még nem AIDS volt, hanem egyéb különböző fertőzéses betegségek számára, ők ellenállóbbak voltak, mert nem alakultak ki hosszú ideig tartó gyulások. Tehát ők nem alkalmazkodtak, hanem kiszelektálódtak. Azt is lehet mondani, hogy itt mi mindannyian, akit itt ülünk és a tévét nézzük, azok középkori járványok, középkorban hatalmas európai járványok túlélőinek vagyunk a leszármazottjai. Azoknak a leszármazottjai vagyunk, akik megúszták valamilyen esetleg genetikai különbség miatt ezt a hatást. A soron következő ábrában ezt a mindennapújaink a legnagyobb kérdését, az atípusos tüdőgyulladás vírusát szeretné bemutatni, és május 30-án, tehát a jó számolom 10 nappal ezelőtt jelent meg az a cikk a Science-ben, ami megtalálta először azokat a mutációkat, amik Észak-Amerikában, Torontóban, nagyon sok megbetegedés van, nagyon érdekes ok, hogy miért pont Torontóban, és nem az Egyesült Államokban, nem tudom, zárójel bezárva, illetve egy olyan izolátum, amelyet Vietnámban izoláltak. És találtak 7 darab mutációt a vírusban, és találtak egy olyan peptidet, matpeptidnek nevezik, nem lehet távolról látni, amely mellett egy olyan gén van, ami ha valami genetikai változat történik benne, akkor megakadályozza a vírus fertőző képességét. Ez a legcsodálatosabb vakcina védőoltás lesz, mert a vírus nem fertőz, de immunválaszt tud kiváltani. És most keresik azokat az embereket, azokat a fertőzött betegek hozzátartozóit, akik abban a légtérben hasonló vírussal lett fertőződtek meg, ellenőrgot termeltek, és valamilyen genetikai ok miatt ők ez ellen a fertőzés ellen védettek. Micsoda csodálatos, személyre szabott vakcinációs lehetőség látszik. Nagyon érdekes dolgot szeretnék beszélni, ne csak betegségről beszéljünk, beszéljünk egy kicsit a sportgenomikáról. Találtak olyan géneket, és ez is sok tényezős kérdés, amely bizonyos
izom teljesítményekre alkalmasabbá tesz bizonyos embereket. Tehát ez egy olyan vizsgálat volt, ahol fiatal férfiak, akik nem voltak különösebb edzésbe, hetekig fekvőtámaszokat csináltattak, és a végén izomerőt mértek. Ha valakinek egy bizonyos enzimjének egy variánsa, akár egy példányban, úgy mondjuk, hogy heterozigótaként is előfordult, a néhány hét múlva az izomerő emelkedés az jelentős volt. Azonban ne tessék azt, attól félni, hogy a Huxley szép új világ korszakban lépünk, és az edző azt fogja a kisrácról nézni, aki bejön az edzésre, hogy adj egy csepp vért, én megnézem, hogy te inkább ritmikus sportgimnasztikával, súlyemeléssel, netán sakkal kellene, hogy foglalkozzál. Ez egy tényező a nagyon sok közül, de ez létező tényező, és tudnunk kell. A következő nagyon érdekes sportgenomikai kérdés a géndopping. Pillanatokon belül nem csak anabolikus szteroidokat fognak sportolók a teljesítmény, a siker, a hozzákapcsolódó üzlet miatt szedni, hanem bizony gének is lesznek, amelyek bevitele, fokozott és hát sportszerűtlen helyzetből idéz elő olyan helyzeteket, amit ki kell szűrni. És még egy nagyon érdekes eleme van a sportgenomikának, a sportsérülések gyógyítása. Ez egy nagyon fontos vizsgálati terület, és itt szeretnék áttérni egy elég kényes kérdésre, az őssejtek kérdésére, mert a sportgenomika egyik nagyon érdekes eleme az, hogy a gyógyítást bizonyos izomőssejtekkel végzik. Ugye a legigazibb őssejt az a petesejt, amit éppen a spermium megtermékenyített. Ez egy omnipotens, mindenre képes, az egész szervezetünk ebből a megtermékenyített petesejtből alakul ki, a fejünk bubjától a lábujjunk hegyéig, tehát ez a sejt mindent tud. Amikor ennek a fejlődését vizsgáljuk ennek a őssejtnek, akkor bizonyos morfológiai, biokémiailag természetesen nagyon jó jellemezhető folyamatokon megy át ez a sejt, kialakulnak úgynevezett embrionális őssejtek, amik még gyakorlatilag omnipotensek, multipotensek, embrioid testecskék, és például idegsejtek irányába elmegy a differenciáció. Nagyon jó lehet használni ezeket a őssejteket, az embrionális őssejteket és a felnőtt őssejteket, ide tartoznak a köldökzsinór sejtek, de még különösebben az igazi felnőtt úgynevezett törzssejtek vagy őssejtek, részben gyógyszerek vizsgálatára, részben fejlődési kérdések vizsgálatára, de lehet belőlük csontvelőt csinálni, borzalmas ez a szó, és nagyon csúnyán mondom, de a genomika ad olyan szakácskönyvet a kezünkbe, idézőjelbe, hogy megtudjuk azokat az anyagokat, amik elviszik a őssejtet inkább csontvelő, inkább idegsejt, inkább szívizom vagy inzulin termelő sejtek irányába, akár egy Parkinson-kór, akár egy infarktus, egy szívinfarktus után elhalt szövet pótlására, akár pedig egy olyan cukorbetegség gyógyítása felé, ahol az inzulin termelő sejtek hiányoznak. Az igazi jövőt én személyesen a felnőtt őssejtekben látom, a csontvelői őssejteket évek óta nagyon, évtized óta használják a malignus rosszindulatú vérképzési szervek gyógyításában. Vége fele közeledve az előadásomnak, megint arra szeretnék utalni, hogy ez a csodálatos harmónia, amit ezzel 35 ezer gén együttes összhangzattanával tudunk vizsgálni, nem abszolút, nem teljes, rendkívül sok valószínűségi tényező van. Itt 4 olyan betegségcsoport szerepel a oszlopok alatt, a vastagbélrák, az agyvérzések, a szív, a koszorúér betegségek és a cukor betegség, amelyek nagyon nagy populációt érintenek. Ezen a tengelyen, a függőleges tengelyen a megelőzési lehetőség van. Tessék megnézni ezeket a számokat. 70-80-90%-os megelőzési lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy a genetika, a genomika azt a spektrumot nyitja ki előttünk, hogy megtudjuk azt, hogy melyek azok a környezeti tényezők, amik egy bizonyos ember számára veszélyt, vagy kisebb veszélyt jelentenek. Egy fantasztikus, érdekes képet sikerült egy honlapról letöltenem, ami bemutatja a különböző betegségekben a gének és a környezet hatásának az arányát. De megint csak hangsúlyozom, hogy a környezet az nem azt jelenti, hogy ott nincs feltétlen genetikai hatás, hanem ott nem feltétlenül nyilvánul meg a genetikai hatás egy bizonyos környezeti hatás nélkül. Nagyon erős genetikája van a vérzékenységnek, bizonyos gyerekbetegségeknek, a vastagbélráknak, főleg férfiakban, emlőráknak,
főleg nőkben természetesen, az Alzheimer-kórnak, az agyvérzéseknek, cukorbetegségnek, aszmának, és a majdnem humorosan, ha nem halál és morbid példázat lenne, az autóbaleset is oda vehető, most nem az, amit a másik hibájából, amit az én hibámból idézek elő egy autóbalesetet. Abban is vannak olyan genetikai tényezők, amik a figyelmetlenségem, az összpontosításra való képtelenségem, a fáradékonyságomnak a genetikai vizsgálatát jelenti. Az egyik legfontosabb kérdése a genetikának az etikai vonatkozás. Elején mondtam, hogy soha természettudomány ilyen közel etikai kérdésekhez nem volt. Néhány éve megjelent egy nagyon jó könyv, interjú, genetika, génetika címmel, és nagyon fontos, alapvető kérdéseket vetett ez föl. Egyszerűen tudnunk kell azt, hogy ezeket nem lehet elhárítani, és a genetika nem csak etikai, hanem jogi kérdések sokaságát hozzáállunk, amik soha nem voltak ezelőtt. Ezek új kérdések, új kihívások. Ezek a kihívásokra válaszolni kell, mert ha nem tesszük, akkor is jönnek felénk ezek a problémák. Én azt szeretném mondani végül, hogy úgy gondolom, hogy a tudomány, egy tudomány akkor lesz felnőtt, ha határait ki tudja jelölni. Én meg vagyok győződve, hogy ez a csodálatos új világ, amit genetika, genomikának nevezünk, ami elképesztő sokat ad a személyre szabott orvostudománytól a táplálkozás biológiáig, ez nem mindenható. A mindenható fogalmáról itt egy másik előadásban volt szó, itt két ember beszélt erről úgy valamikor április 14-én talán. A tudománynak határai vannak, a genetikának, genomikának határai vannak. Egy példát mondjak, én meg vagyok győződve, hogy a pszichikum, a érzelem, a rokonszenv, az ellenszenv kérdéseit soha nem fogjuk tudni genetikai kérdésekkel, genetikai kérdésekkel, igen, de válaszokkal nem fogjuk tudni megközelíteni. Két alapvető baj történhet a tudománnyal, és ez a genetikára most nagyon aktuálisan igaz, és ezek a szallagcímek, amit az elején önök láttak, ezt a részben a bombasztikus blöfföket, részben a tényleg valódi csodákat hozták elénk. Az egyik baj az, hogyha bálványimádást csinálunk a tudományból. A tudomány túlértékelése, a genomika túl mindenhatóságának hangsúlyozása pillanatokon belül csalódást okoz, aminek a legenyhébb következménye, hogy ezentúl a parlamentben, a költségvetésben a politika nem fog megszavazni pénzt egy bizonyos tudományra, de a valódi nagyon súlyos következménye az, hogy kiábrándulást okoz. De az oka nem az, hogy nem a tudomány tett róla, hanem az a felfokozott, felelőtlen várakozás, ami most például nem mondatná ki velem azt, hogy ez, amiről én beszéltem, ez többé-kevésbé a futurológia és a ma és a holnap határterületén mozgó valami. A második nagy baj, ami történhet, a démonizálás, az ördögé festés, a veszélyeknek a hiszterizálása, a túlértékelése. Én meg vagyok győződve, hogy egy értelmes, világos, tisztafejű nyilvánosság, ami az iskoláinkban kezdődik, a gyerekeink nevelésével kezdődik, a testünk, a genetika, a bioszféra megismerésében, az egy döntő kérdés. Németh László írja valahol, hogy a fauszti gondolat az egy hamis gondolat. A tudós nem adhatja el a lelkét a nagy kérdésekért, mert a tudós nem nagy alapvető létkérdésekkel foglalkozik, részletkérdésekkel foglalkozik. Ezek nagyon fontos részletkérdések, mert az egészségeből a leszármazottjaim, az unokáim, gyerekeim életéről szól ez a részletkérdés. Arról, hogy mit eszünk, hogy mit lélegzünk, mert nagyon fontos részletkérdések. A tudomány képes korrigálni magát, képes kijavítani a hibáit, ez a legfantasztikusabb dolog a tudományban. Ez a józan mértéktartás, ez segít a legtöbbet egy igazi tudományos fejlődésbe. Végezetül hagyj mutassak be önöknek 6 darab fiatal embert, 5 fiút és 1 lányt, és akinek még kétségei voltak abban, hogy a genetika csodálatos dolog, itt áll önök előtt egy nagypapa, és itt áll itt látható ez a 6 unoka. Van-e valaki, aki a genetika csodáit ezután kétségbe vonja? Nagyon szépen köszönöm.
szépen Falus Andrásnak az eddig elhangzottakat. Kérjük Önöket, hogy a kérdéseket tömören fogalmazzák meg. Parancsoljon. Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e a különböző szenvedélyeknek, mint a kábítószerfüggőség, az alkoholizmus vagy a nikotinfüggőség genetikai alapja? Ez egy nagyon fontos, nagyon alapvető és teljesen evidensen következő kérdés. Válasz az, hogy igen. Nagyon sok olyan agyi biokémiai elemet találtak már, és a legelső ábra sorban a depresszió is szerepelt, ahol bizonyos gének, bizonyos működések, úgynevezett neurotranszmitterek, tehát az idegsejteket stimuláló anyagokat, megkötő receptorok, vagy bizonyos egyéb folyamatokat kódoló fehérjék genetikai variánsai jobban hajlamosítanak valakit például depresszióra, vagy szorongásra, vagy agresszivitásra. De megint csak azt kell mondanom, hogy ez egy tényező a nagyon sok közül, ez semmiképpen nem jelent, vagy akár bizonyos drogokra való válasz, tehát a szenvedély visszafordíthatatlan kialakulása lehet genetikai tényező. Én nagyon fontos azonban az, annak a pontnak az elkülönítése, hogy rendkívül multi, nagyon sok tényezős kérdésről van szó, és én meg vagyok győződve arról, hogy ezekkel a csodálatos csippekkel, amik olyan ugrást okoztak, mint a félvezetők bevezetése az elektronikában. Ezzel a döbbenetes bioinformatikával, a világhálón száguldó informatikai elemzéssel nem fogunk tudni minden pszichikai kérdésre válaszolni. Matt Ridley-nek megjelent egy kitűnő könyve, aki azt mondta, és ez a tudományos redukcionizmus veszélye, hogy a futballt, a focit a fizika szabályaiból nem lehet megérteni. És ez tökéletesen bizonyítja azt, hogy a pszichikumnak, a szenvedélyeknek, a szenvedély elhatalmasodásának a kérdését biztos nem lehet kizárólag genetikai kérdésekkel, genetikai válaszokkal megközelíteni. Elemeket fogunk belőle megismerni, ami egy-egy gyógyszer bevezetését segíti vagy hátráltatja, egy-egy gyógyszer egy emberre való mellékhatásának a jóslására alkalmas, de biztosan nem fog teljes választ adni mondjuk a szenvedélybetegségekre. Vajon az intelligencia kódolt-e genetikai formában az a formája, amit az IQ-teszteken mérnek? Még azt megelőzően, hogy a molekuláris genetika életbe lépett, tehát ilyen metodikák voltak, rengeteg IKER vizsgálat volt. Az IKER vizsgálatok nagyon fontos eszközei a genetikán, hiszen egypetélyi IKER testvérek azok lényegében genetikailag identikusak. Néhány eltéréstől eltekintve, meg azoktól, amik a egyedi élet során jönnek létre. És nagyon érdekes kísérletek voltak, és ezeket a molekuláris szint is megerősítette. Nevezetesen arról van szó, hogy olyan egypetélyű ikertestvérek, akik hát ugyanabban az anyamékben, ugyanannak a megtermékenyített petesejtnek a osztódása nyomán jöttek létre, együtt nőttek föl, egészen más körülmények közé kerülve, a születés pillanatától kezdve egész más, akár intellektuális, akár táplálkozás, biológiai, akár higiéniai szempontból különböző körülmények közé kerülve, azt várták, hogy bizonyos értelemben nagyon mások lesznek. És az az érdekes, hogy nagyon hasonlítottak. Tehát néhány évtized múlva ezeket az embereket tesztelve és vizsgálva, nagyon érdekes IQ, intelligencia kócián szempontjából nagyon egyforma eredményeket kaptak. Abban volt a nagy különbség, legalábbis amit én olvastam, egy nagyon jó könyv magyarul is megjelent ebből erre a témára vonatkozóan, hogy annak a megélése, hogy ő tud-e egy kérdésre válaszolni, vagy nem tud válaszolni, függetlenül attól, hogy egyformán, nagyon hasonlóan teljesítek, egész más reakciókat váltott ki bennük. Mindez, amit elhangzott az előadásban, nagyon szép és jó és ígéretes, szép új világot vetít fel elénk. Kérdés az, hogy Magyarországon hol tartunk mi ebben, mi a mi ebből, mi szerepünk, vagy amit hozzáadunk? Én nagyon optimista vagyok. Magyarország büszke lehet arra, hogy a több olyan intézete volt, ilyen a Szegedi Biológiai Központ, amelyik jó néhány évvel azelőtt, hogy Európában, a legtöbb országban olyan enzimeket gyártottak, úgynevezett restrikciós enzimeket, amivel DNS lehetett szabni, varni. Ez az intézet, itt egyes vezető kutatók ezt meg tudták csinálni. Vagy akár az écnek a szűrése, az écet
Mi ugye 1985-86-ban robbant ez a szörnyű betegség. Bizonyos személyi okokból előbb szűrtünk a véradók vérét écre, mint nagyon sok nagyon fejlett és sokkal gazdagabb nyugat-európai ország. Tehát a szellemi, a szürke agy, szürkeállománybeli kapacitás Magyarországon nagyon nagy mértékben megvan, és erre ennek nagyon kell örülnünk, és büszkére kell lennünk. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a politika ígéreteivel és a saját jövője, a saját unokáinak a biztonságát tekintve erre jól reagál. Létrejött már Magyarországon egy orvos genomikai konzorcium, és nagyon örülök neki, hogy itt most nyerte el az első európai pénzét ez a konzorcium. Elkezdődött, és én mindig hajlamos vagyok a talán néha túlzott optimizmusra, én nagyon optimista vagyok magyar vonatkozásban is. Állandóan tudnunk kell, hogy vissza kell igazolnunk a politikának, hogy ezek fontos döntések, és ezt az iskolában, az általános iskolában kell elkezdenünk, és a parlamentbe kell befejezni. Körülbelül 20 évvel ezelőtt lehetett hallani a bűnözés, a bűnözővé válás és a genetika kapcsolatáról. Ma, miután most már sokkal többet tudunk a genetikáról, mi az igazság, mi az összefüggés? Köszönöm. Nehéz kérdéseket tesznek föl nekem. Én azt tudom mondani ezzel kapcsolatosan, volt egy sor humán genetikai vizsgálat, ugye a férfiak egy X és egy Y kromoszómával rendelkeznek a 23. párban, előfordulnak olyan genetikai hibák, ahol több Y kromoszóma is van. Egy időben találtak bizonyos összefüggés, bizonyos agresszív, életellenes bűncselekményeket elkövető magyarul gyilkos sok között ennek az előfordulásában. Nagyon óvatosan kell ezeket az eredményeket kezelni, vagy ezeket a statisztikákat kezelni, mert a statisztika és az egyed közötti kapcsolat megtalálása az nagyon nagy hibákat jelenthet. Én mégis úgy gondolom, hogy bizonyos gének megléte vagy hiánya nem tesz valakit bűnözővé, vagy éppen a bűnözés elhárítójává. Vannak olyan gének, amik a növekedést szabályozzák, nagyon egyértelműen, és mégse csak törpék és óriások vagyunk, hanem valahol a köztes tartományban mozog legtöbbünk. Nem lesz minden magas ember egy amerikai profi kosárlabda csapat tagja, nem tud kosarazni. Hát csak azt szeretném mondani, hogy bizonyos gének bizonyára jelentenek valamelyest emelkedett valószínűséget, megint csak mondom, hogy a genetika, a genomika valószínűség, genomikai módszerekkel most már sokkal jobban mérhető valószínűség. Ezeknek a megismerése nagyon fontos, már csak a gyógyítás, vagy a megelőzés, vagy a valamilyen fajta biológiai jellemzés szempontjából, de nem hiszem azt, hogy ez a bűnözés fogalma az nem biológiai fogalom, az nem biológiai kategória, az egy szociális, szociáletikai, jogi kategória elsősorban. Természetesen biológiai háttérrel és biológiai tényezőkkel. Olvastam valahol, hogy az ember és a banánnak a génkészletének körülbelül 97%-a megegyezik. Most kételkedőként kérdezem azt, hogy ami láthattuk, hogy azért ha tükörben nézünk, akkor nem hasonlítunk egy banánra, illetve azért a sörhas, illetve akár a migrén génje sem hiszem, hogy a banánban megjelenne. De azért kérdezném, hogy ez tényleg igaz lehet, ez a 97%-os számadat, vagy csak ez még egy régmúlt számadat, és esetleg más igazságot akar. Köszönöm nem szépen. Nem vagyok a számban biztos, tehát, hogy 97-ről van szó, de az egyéb genomok, tehát például a sörélesztő genomjának a meghatározása, vagy a szőlőmuslicának, vagy egy olyan kis állatkának, féregnek a genetikai vizsgálata, amiről nagyon sokat használtunk, egy bizonyos nagyon fontos fogalma, programozott sejthal megismerésére, óriási homológiák, hasonlóságok derültek ki. Hát teljesen döbbenetes az, hogy a sörélesztő génjében az a gén, ami az emlőrák, aminek a bizonyos változatai az emlőrákkal szorosan kapcsolatos, megtalálható. Szóval ez a földi élet, a földi élet eredete hihetetlenül egységes. De nem ezért nem hasonlítunk a banánra, de hagyd mondjam azt a példát, hogy a Sixtusi kápolna mondjuk
50 millió téglából épül föl. Ha azt én kiszedem azt az 50 millió téglát, és egy ütött kapott tehénistálót csinálok belőle, annak a külseje se lesz ugyanolyan elemekkel hasonló. A struktúra, az a koncepció, vagy az a szervezési elv, ami ezeket összerakja, legkülönbözőbb válaszok adhatók most a esetleges tovább gondolt kérdésre, az más. És mi emberek nem azért vagyunk, úgy tűnik a földi bioszférának, ez nem mindig látszik rajtunk, legmagasabb fejlett élőlényei, mert sokkal több génünk van, hanem azért, mert a gének egy csoportja valószínűleg olyan funkciókat lát el, és bizonyos szerkezeti elemek, és itt a neurobiológiára, az idegműködésre gondolok, olyan struktúrát jelentenek, ami egészen különleges új funkciókat. Ja, nagyon érdekes egyébként, hogy azt mondtam azelőtt, hogy a szőlőmuslica és az ember génjeinek a száma az majdnem kb. Kétszerese. De nagyon érdekes, hogy a teljes genomnak a mérete emberben óriási, ez a 3 milliárd bázispár, és relatíve kevés génünk van. Azt szokták mondani, hogy híg az emberi genom. Valaki azt mondta, hogy olyan a genom, mint Szahara felülnézetből. Hát van egy csomó ilyen unalmas, barna, semmit mondó, monoton szerkezet, és van néhány oázis színes pálmákkal és vízzel és virágokkal. Ezek a gének, és ezek az emberi genomban sokkal távolabb vannak egymástól, mint a legtöbb olyan genomban, amit eddig vizsgáltuk. És nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem értjük ennek az igazi jelentőségét. Szerintem a tudományt azt különbözteti meg egyéb társadalmi tevékenységektől, hogy néha meri azt mondani, hogy nem értjük. Én magam részéről szívesen ezt vállalom. Látszik-e, vagy derenge valami abból? Tudom, hogy prognosztizálni ilyesmit borzasztó nehéz. Látszik-e abból valami, hogy mikor lesz ez valamennyire is használható? Nem szűrővizsgálat szinten, de valamennyire. Igen, köszönöm. Mindenki fölteszi ezt a kérdést, föl kell tenni ezt a kérdést. Azt mondom, hogy ez nem egy elvágólagos történet. Ez folyamatos bevezetése a diagnosztikában, az orvosi diagnosztikában ma is folyik. Rengeteg hibával, rengeteg vargabetűvel, rengeteg zsákutcával, egyre jobb csippekkel, csak például egyre jobb szoftverekkel, amelyik ezeket elemzik, egyre jobb bioinformatikai elemekkel, vagy automatikus szekvenáló készülékekkel, egyre több betegségbe használják, ez nyilvánvalóan óriási motivációs hátteret jelent, mert ezt érdemes csinálni, és az emberi egészség vizsgálata az nagyon mindenkit érint személyesen, folyik. Folyamatban van ennek a bekerülése. Én nem szeretnék túl rózsás képet festeni. Rengeteg hiba van, rengeteg tévedés van, rengeteg csalódás van az egyéni kutatói életben. Én nagyon bízom benne, hogy egy egész új történet kezdődik. Szabad azt mondani, hogy a biológiának egyfajta új írásbelisége kezdődött el a genomikával. Az összes problémával, az összes új kérdéssel, jogtól, etikától, világnézeten keresztül nagyon sok szféráig, az a dolgunk, hogy ennek valamilyen módon eleget tegyünk, és tulajdonképpen örüljünk annak a megajándékozottságnak, hogy ez az emberi intellektusnak ez a fantasztikus teljesítmények most mi kortársai lehetünk. Szeretném megköszönni professzor úrnak az előadását és a válaszait. Önöknek pedig az aktív részvételt. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Hihetetlen. Melegítő fényhullámok. Pali napozik, teste felmelegszik. De abban a pillanatban, amikor a napot a felhő eltakarja, elmúlik a kellemes érzés. Hiányzik a nap melege. Pali azonnal libapőrös lesz. A leguán nem úszná meg ennyivel. Az élete a nap melegétől függ. Reggel még úgy mozog, mint egy lassított felvételen. Vajon miért? Nézzük meg egy hőkamera segítségével, hogy mennyi a sivatag lakó bőrének hőmérséklete. A zöld szín körülbelül 20 Celsius fokot jelent, a kék színű talaj valamivel hidegebb 17 fokos. A kis hüllő éjszakára beásta magát a földbe. A leguánnak nincs saját fűtőrendszere, a környezete hőmérsékletét veszi át. A hüllők hőmérséklete állandóan változik. Minél hidegebb az éjszaka, annál lassabban indulnak be másnap reggel. Aztán, amikor felkel a nap, felmelegszik a leguán teste és a föld is. Most már jól érzi magát. A meleg átjárja a testét, a vére felmelegszik. A sárga szín 38 Celsius fokot jelent, a talaj még melegebb 41 fokos. A leguán anyagcseréje felgyorsul. Most már gyorsan mozog, és az étvágya is megjött. Ha hozzánk emberekhez hasonlóan állandóan 36 fok körül lenne a testhőmérséklete, akkor 10-szer több táplálékra lenne szüksége. A napfényt, amelynek az életünket köszönhetjük, fehérnek látjuk. Ám ha a fehér színt felbontjuk, kiderül, hogy a szivárvány összes színe megtalálható benne. A nap az ember számára láthatatlan sugarakat is bocsát a földre. Ultraibolya sugarakat, amelyek a leégést okozzák, és infravörös sugarakat, amelyeket melegnek érzünk. Ha a fénysugarak egy tárgyba ütköznek, a tárgy kétféleképpen reagálhat. Visszaveri, vagy elnyeli őket. A fehér test a sugarak többségét visszaveri. A fekete test viszont elnyeli őket. Az elnyelt fényhullámok rezgésbe hozzák a test legkisebb elemeit. A rezgés révén hő keletkezik. Mindezt jól látni a mikroszkóp alatt. A kis festékrészecskéket a rezgő atomok ide-oda lökik. Magasabb hőmérsékleten az atomok és a részecskék mozgása felgyorsul. Pali ki akarja használni a napsugarak melegítő hatását, meleg vízzel akar zuhanyozni. A nap rásüt a víztartályra, és a víz felmelegszik benne, gondolja. Azt azonban nem tudja, hogy a fehér víztartály visszaveri a napsugarakat, és csak nagyon kevés energiát vesz át. Kellemetlen meglepetésben van része. Újra próbálkozik, és most egy fekete színű víztartályt tesz ki a napra. Minél sötétebb a színe, annál melegebb lesz benne a víz. A legjobb a fekete, mert az az összes napsugarat elnyeli. Biztos, ami biztos, megnézi a hőmérsékletét. Hát igen, ez már sokkal jobbnak tűnik. Meleg víz. A nap ajándéka. Az eredmény nem csak őt hozza lázba. Hasonlóan gondolkodnak a szülei is. A háztetőre napelemeket szereltek. A napelemeken víz folyik keresztül, amit a napsugarak felmelegítenek. De hogyan alakítja át a napelem a napsugarakat meleg vízzé? A napelemek két rétegből állnak. Fenn egy üvegtábla, lenne egy fekete fém réteg, az elnyelő réteg található. Ez alatt folyik a víz. A napsugarak az üvegen keresztül eljutnak az alsó fekete rétegig, és az elnyeli őket. Az elnyelő réteg és a víz felmelegszik. Van azonban a megoldásnak egy hátulütője. Azok az anyagok, amelyek sok sugarat nyelnek el, sok hőt is bocsátanak ki. Ez pedig energiaveszteséget jelent. A kutatók olyan különleges összetételű anyagot fejlesztettek ki, amely majdnem minden sugarat elnyel, de, és ez benne a nagyszerű, csak 5% hőenergiát ad le a környezetnek.
A kis hőveszteségnek hála, a víz még 60-80 Celsius fokra is felmelegszik. A forró víz szigetelt csöveken keresztül folyik le a pincében felállított víztartályba, vagyis a hőtárolóba. A tartályban lévő vizet vastag habszivacs burkolat tartja melegen. Egy szinttel feljebb a kívánt hőmérsékletű víz folyik a csapból. A napelemek technikailag magasabb színvonalú megoldását Andalúziában csodálhatjuk meg. 700 méter hosszan sorakoznak egymás mellett a csőszerűen kialakított napelemek. Ugyanúgy működnek, mint a fent említettek, csak hogy itt a sötét színű fényelnyelő elem, amelyben a víz felmelegszik, üvegcsőben van elhelyezve. A napelemek műszaki kialakítása optimális energiaátvételt tesz lehetővé. Az új megoldás abban áll, hogy hatalmas parabola tükrök veszik körül a csöveket. A tükrök a nap útját követve a csövekre fókuszálják a napsugarakat. A víz a csövekben több mint 400 Celsius fokra melegszik, és vízgőz lesz belőle. A gőzvezetékek vastag habszivaccsal vannak szigetelve, így a hő nem vész el. A forró vízgőzt egy turbinába vezetik. Itt kitágul. A kitágult gőzt rögzített lemezek forgó lapát kerekekhez vezetik. A gőz nyomása meghajtja a kerekeket. A forró gőz közben lehűl, az energiája átkerült a lapátkerekek forgó tengelyébe. A turbina tengelye egy generátort hajt. Így lesz a hőenergiából áram. A tudósok tovább kutatják, hogy milyen módon lehetne még a napenergiából áramot előállítani. A naptorony erőműben 300 mozgó tükör fogja be a napsugarakat. Mindegyik egy pontba tükrözi a saját napsugarait. Ezt a gyűjtőpontot vevőnek hívják. Ott van fenn az egyik toronyban, 60 méter magasságban. Ebben az elrendezésben a tükrök nem állnak egymás útjában. Fenn a vevőben, a tükrök gyújtópontjában a sugarak egy homorú üveggolyóra fókuszálnak. A golyó belsejében 1000 fokra melegszik a levegő. Ezután minden úgy történik, mint a többi berendezésnél. A vastagon szigetelt csövekben lévő rendkívül forró levegőt nagy nyomáson bepréselik a turbinába. A turbinához áramfejlesztő csatlakozik. A befogott napenergia több mint egynegyede árammá alakul át. A Föld sok pontján a napenergia kihasználása jelenti az áramelőállítás leggazdaságosabb és leginkább környezetkímélő módját. A napenergia ereje óriási. De vajon a Föld mely részei kapják a legtöbbet belőle? A legtöbb napsugár, amit piros színnel jelöltünk, az egyenlítő melletti sivatagokat, például a Szaharát éri. Narancssárga színű az a terület, ahol a napsugarak majdhogy nem függőlegesen érkeznek a Földre. Csak ritkán takarják felhők az égboltot. Az előbbivel határos területek is sok napsugarat kapnak. Ha ezt a kis négyzetet egy naperőmű tükreivel raknák tele, azzal a Föld egész éves áramszükségletét ki lehetne elégíteni. Európában ferdén érkeznek a Földre a napsugarak. Gyakran felhős az ég. A nap legnagyobb teljesítményének csak a felét nyújtja. A Föld többi részén a nap már nem olyan adakozó. A sarki övezetek a napsugaraknak csak egyötödét kapják. Az állatok jól alkalmazkodnak a körülményekhez, okosan használják a napfényét és melegét. A pingvin az energiatakarékoskodás bajnokai közé tartozik. A frankfurti állatkertben arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek a csodálatos állatok hogyan tudnak a jéghideg vízben életben maradni. Etetés közben figyeltük meg őket. És nagyon elcsodálkoztunk. A piros szín magas hőmérsékletet jelent.
A legmelegebb az ápoló keze és arca, majdnem 36 fokos, ami nagyjából megegyezik vérünk hőmérsékletével. Hát persze, mi emberek elég rosszul vagyunk szigetelve. De hogy néz ki a pingvin hőképe? Csak a szeme árulja el, hogy a vére 37 Celsius fokos. A szemet ugyanis nem lehet szigetelni. Teste többi része zöld színben jelenik meg, vagyis 20 fokos. Tehát nagyon kevés hőt ad le. A magyarázat a rendkívül jó szigetelésben rejlik, amit a finom tollak és a zsírpárnák biztosítanak. A meleg belül marad, a külső réteg pedig hideg. Így takarékoskodik a pingvin az energiával. Az energiatakarékos házak ugyanezen az elven működnek. Nézzük meg hőkamerával, hogyan néz ki egy téli éjszakán ez a fűtött energiatakarékos ház. A sárga homlokzat 10 fokos. És itt van összehasonlításképpen egy rosszul szigetelt ház. A narancs szín 16 foknak felel meg, sokkal melegebb a külső fala, mint az előzőnek, tehát nagy az energiavesztesége. Mi a különbség az energiatakarékos és a hagyományos építésű ház között? Az energiatakarékos házba sok meleg érkezik kívülről. A délre néző ablakok befogják a napsugarakat, és azok felmelegítik a szoba levegőjét. A jó szigetelésnek köszönhetően a meleg benn is marad a házban. Ezt láttuk a pingvin testében is. A homlokzat éjszaka hideg. A jó szigetelés még azzal az előnnyel is jár, hogy a házon belül keletkezett hő is benn marad. Amikor Lina a haját szárítja, akkor tulajdonképpen a nappalit is fűti. Kellemesen meleg a ház, és egész évben meleg a víz is. A Jarver család az átlagos fűtési számla nem egészen egy tizedét fizeti. Az úgynevezett passzív ház elve nagyobb méretekben is működik. Ha a nap nem melegítené a földet, akkor itt mínusz 270 Celsius fok lenne. A nap azonban hihetetlenül nagy mennyiségű energiát küld le hozzánk. A Föld ezáltal felmelegszik, és hőt sugároz a világűrbe. Kialakul az egyensúly, ami nem éppen kellemes, mínusz 17 fokos levegőhőmérsékletet jelent. De szerencsére itt van a Föld körüli légkör. A napsugarak majdnem zavartalanul lépik át, ezáltal a Föld felmelegszik. A légkörben kavargó gázok azonban nagy mértékben befolyásolják a Föld éghajlatát. A felhőkben lévő vízgőz és széndioxid visszaveri a sugarakat a Földre. Ez a légkör természetes üvegház hatása. A következménye pedig, a Föld tovább melegszik. Ma a Földön az átlaghőmérséklet körülbelül 15 Celsius fok. Az emberiség közel 100 éve használ kőolajat és földgázt. Ezek elégetésével megváltoztatja a légkör összetételét. Minél jobban fokozódik az üvegházhatás, annál erősebb lesz a Föld felmelegedése. Az üvegházhatást előidéző gázok, mint például a széndioxid, egyre nagyobb mennyiségben kerülnek a levegőbe és a légkörbe. A molekulák számának növekedése azt jelenti, hogy több napsugár verődik vissza a Földre. A Föld felmelegedése tovább folytatódik. Csak az a kérdés, hogy meddig. A napra mindig számíthatunk. Még nagyon sokáig küldi nekünk életet adó sugarait. Írta és rendezte Dirk Bepler, fényképezte Ralph Novák és Nicole Weyar, zene Florian Enders, narrátor Tarján Péter, munkatársak Kisné Juhász Márta, Gyárfás Dorka, Balogh Balázs, Tóth Flóra, Sostalics Ágnes. A magyar változat a Duna Televízióban készült.
Köszöntöm a családbarátokat, jó napot kívánok! Nincsenek jó híreim, mert akár az 1 milliót is elérheti az országban az influenzások száma hamarosan. Ezúttal ma a homeopátiával gyógyulunk majd. Aztán közeleg a felvételi határideje, ezért beszélgetünk arról, hogy hová érdemes jelentkezni, és hogy mennyire boldogulunk a diplománkkal. Aztán fel kell készíteni a gyerekeinket a rájuk váró anyagi nehézségekre, erről is szó lesz ma. Aztán itt várjuk a stúdióba dr. Cejzel Endre orvos genetikust, akivel a nemrég született óriás bébi és 8-as ikrek kapcsán arról is beszélgettünk, hogy egyedi esetről vagy esetleg valamiféle tendenciáról van szó. És ide várjuk Gyarmati Dezsőt és lányát dr. Gyarmati Andreát, akit majd egy kis meglepetéssel köszöntünk a műsorban. Hogyha kérdésük van, akkor hívhatnak bennünket, tehát a családbarát telefonszáma 489 14 05-ös. Tartsanak velünk! Az elmúlt egy hétben 40 ezer influenzás beteg jelentkezett a házi orvosoknál, és azt mondják, hogy egy országos influenza járvány idején akár 1 millióan is elkapják a vírust. Mit tegyünk, hogy hamarabb túl legyünk rajta, ha már nem sikerült megelőzni? Dr. Sebő Zsuzsanna, homeopátiás gyerekorvos a vendégünk. Köszöntöm Önt. Zsuzsanna, amikor legutóbb találkoztunk, akkor a megelőzésről beszélgettünk. Hát gondolom, hogy akik figyeltek bennünket, most nem is kell, hogy figyeljenek, mert nem kapták el a vírust. De számomra ijesztő, hogy átlagban heti 15 ezer beteget regisztrálnak, új beteget, és most a legfrissebb adat szerint csak az elmúlt egy hétben 40 ezer új beteget. Szóval nagyon-nagyon gyorsan terjed a vírus. Egyébként ez normális, hogy ennyire... Igen, én azt gondolom, hogy majdnem minden februárban ilyen mértékű megbetegedések vannak, influenza és influenza-szerű megbetegedések. Azért, hogy pontosan ebből melyik az az influenza vírus, amit... Tehát, hogy az influenza vírus okozta-e, vagy egyéb hozzá hasonló, hát azért ezek nincsenek teljesen, de valóban sok a megbetegedés. Most akkor azt nézzük meg, hogy ha már megjelentek ezek az influenza-szerű tünetek, maradjunk ebbe, akkor egyrészt honnan tudjuk, hogy ezek azok? Kezdjük ezzel. Igen. Hát leginkább gyanítani tudjuk a tünetekből. Mindenkit nem lehet laboratóriummal kivizsgálni, tehát azért van már olyan rutinja az embernek, hogyha nagyon hasonló tünetek több betegnél, több gyereknél egyszerre jelentkezik, melyek akkor... Melyek ezek, amiben biztosak lehetünk? Hát a leggyakoribb a fejfájás, végtagfájdalom, elesettség, bágyadság, és idén még hozzájöttek a hányások, ami vagy az influenza, de inkább lehet, hogy azt egy másik... Mert azt mondják, hát én aztán végképp nem értek hozzá, de azt mondják, hogy kétféle betegségről szoktak általában beszélni, az egyik ez a nagyon erős hasmenés, hányás, kevés láz, nagyon nagy gyengeség, ez is egy vírus? Igen, ez is egy vírus, ez korábban indult már, és még mindig tart. És elképzelhető, hogy pontosan az emiatt legyengült gyerekek könnyebben, vagy betegek könnyebben belekerülnek egy következő vírusba, ami már ez a végtag.